Hello, sziasztok, srácok! Most egy olyan témával jövök, ami szinte minden második hónapban kérdés, mindig megkérdezik, mindig ez a párosítás előjön, hogy mégis mit gondolok arról, hogy ki hogy győzne. Sokszor elmondtam erről a véleményemet, de így, ahogy most fogom levezetni, még nem vezettem le. Hát kezdjünk bele, Itachi vs. Nagato, avagy Pain. Mugi, Hokage! Intere. Na már most ugyebár Itachinak hatalmas nagy hype-ja van, nagyon sokan szeretik, nagyon sok fan szereti, én is nagyon szeretem, tényleg egy zseniális shinobi volt, tényleg nagyon ott van IQ-ba, tényleg nagyon jó képességei vannak, de én szerintem attól függetlenül egy Rinnegan ellen már nem hozható fel, de nézzük is végig a képességeket, és nézzük végig, hogy mégis mik történtek, hiszen Itachinak vannak képességei, Nagatónak is vannak, és még történt egy eset is, hogy harcoltak, de azért az ott nem teljes mértékben volt az, hogy 100%, majd erre is visszatérünk. Kezdjük a képességekkel, Itachi Uchiha. Na már most Itachinak ugye Mangekyō Sharingan-ja van, ugye annak van két képessége, az Amaterasu és a Tsukuyomi. Ez mellett még van neki egy Susanoo-ja, és annak van két természetfeletti fegyvere, a Totsuka Blade és a Yata Mirror, avagy a Yata Tükör. Ha már most menjünk is akkor sorba, Itachi a Tsukuyomit tudná használni Nagatón? Én szerintem a Tsukuyomit nem tudná, szemtechnika szerintem nem hatna genjutsu formájába Nagatónak a szemére, vagy a Rinneganra, hiszen a Rinnegan az Hagoromo csakrája kell hozzá, hogy az előjöjjön, az felébredjen, és ugye a Sharingan, a Mangekyō Sharingan annak egy ilyen al szeme igazából, szerintem egy Sharingan genjutsu nem hatna semmiképp se a Rinneganra. Ami hatott a Rinneganra, amit láthattunk, és az nem is teljesen közvetlenül maga a Rinnegan használójára hatott, ugyebár itt a Jiraiya vs. Pain-nek ellen volt egy olyan történés, hogy a két béka használt egy természeti genjutsut, ami a hallásra volt specializálódva, tehát a hallást támadta meg. Én szerintem a természeti genjutsu és mondjuk a Tsukuyomi vagy a Mangekyō Sharingan genjutsuja azért teljes mértékben más történet, más kategória, sőt nem szemre támadott, hanem hallásra, plusz az Nagatónak, vagy az egyik Pain volt, egy hulla volt ott, és igazából az a Rinnegan, ami ott van a szemében, az igazából tükröződés, az igazi Rinnegan az Nagatónál volt, aki irányította messziről ezeket a hullákat. Tehát az a helyzet, hogy genjutsu, szemgenjutsut még nem láttunk se Otsutsukin, se a Rinnegan használóján aktiválódni, tehát én szerintem nem is használna rá a Tsukuyomi, vagy fel tudná oldani. Amaterasu. Na hát az Amaterasu, ugyebár az a helyzet, hogy a 137. és a 138. részben láthatjuk Itachinak a képességeit a Naruto Shippudenbe. Na már most, ugyebár ott az, akkor abban a harcban, ugye ez Itachinak volt a utolsó, úgymond életbe lépése, vagyis az utolsó epizód, amiben élt, ugye később már Edo Itachiként jön vissza hozzánk. Na már most, ez volt az utolsó, ebben a részben a minden képességéről Itachinak úgy beszélt a Zetsu, mintha istenekről lenne szó, de hát ugye itt még kanyarba se volt, se a Rinnegan, se semmi, se a Rikidu Sennin, úgy igazán kanyarba se volt, tehát itt még olyan nagynak tűnhetett. Itt még arról volt szó, hogy az Amaterasu egy olyan láng, ami soha nem fog eloltódni, amíg el nem égeti az embert, ahogy az áldozatát. Ehhez képest... Igen, ehhez képest az Amaterasu mára már, meg már akkor is a Shippuden vége fele is már körülbelül, hogy is mondjam, egy elég easy technikának tűnik. Vagy ami a 137. részben hú, de nagy technikának tűnt, az már a 298. részben köbő, ugye egy pillantás alatt le is veszik magukról, el is tüntetik. Tehát az Amaterasu és a Tsukuyomi úgy, ahogy kilőve, a Tsukuyomi az még vehetnek föl kérdéseket, de én szerintem egyértelmű és logikus mindenkinek, hogy a Rinnegan azért jóval felettébb áll ezeknél a technikáknál, de menjünk is tovább. Jöhet Itachinak a Susanoo-ja, ugye a Susanoo-ja nagyon erős, egy Armored Susanoo-ról van szó, Susanoo-nak van
kettő darab képessége, ugye a Totsuka Blade és a Yatami Rora, vagy a Yatatükör. Totsuka Blade-ről azt kell tudni, hogy amit átdöf, azt lepecsételi. Nagyon sokan úgy írják, meg úgy írnak nekem kommentbe, rengetegen, hogy amit megvág, azt elnyel és elpecsétel. Nem, ez nem így működik. Igazándiból a 299. részben, amikor ugyebár az Edo Tensei és Itachi le tudta pecsételni Nagatót, ami ugye majd erre visszatérek, hogy ez miért is nem teljesen elég tétel számomra, tehát erre visszatérek, ott is átdöfte Nagatót, ott különben egy feliratos hiba történhetett, mert ott azt írta, hogy mindent megvág, de viszont a 137. részben azt írja, hogy amit átdöf, azt pecsételi le, nem azt, amit megvág. Hiszen ezt a gyakorlatban is nagyon jól látjuk, mert akkor ott Orochimarunak a kígyóit elkezdte vágdosni a Susanoo kardjával, azokat el se pecsételte. Hanem megvártam, hogy megjön Orochimaru, és itt átdöfte, és akkor kezdett el pecsételni, és ugye gyakorlatban azt láthattuk, hogy mindenkit, akit átdöfött, azokat kezdte el pecsételni, nem azokat, amiket megvágott. Tehát ez egy olyan pillanat, amit úgy kell kivárni, hogy pont akkor csapjon le, és tökéletesen csapjon le, és akkor fog működni, nem úgy, hogy össze-vissza adonálszik a karddal bármikor. Ez tényleg egy olyan pillanat, amikor döfni kell, és akkor döf, akkor pecsétel. Yatami Rora pajzs. Na már most ez a pajzs is úgy lett előadva, hogy mindent elhárít. Na már most ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a mesterünk Itachi is elmondta, hogy... Így van, minden jutsunak megvan a gyenge pontja, tehát olyat még egy animében se láttam, hallottam, hogy mindent átvág, mindent kivéd az egész világon, tehát ez semmilyen animére nem vonatkozik, hogy mindent is, és semmi korlát nincs, és semmi erőmérték nincs ebbe az egészbe. Na már most ezt a Yatamirót egyszer láttuk megtámadni, tehát nem láttuk egy Rinnegan ellen, nem láttuk semmi olyan támadás ellen, ami olyan erős lett volna, hogy esetleg meg is érezné. Két támadást láthattunk, Sasuke-nak két kétségbe esett támadása, egy tök alap papírbomba. És egy tök alap manuálisan nekiugrott karddal a pajzsnak. Na már most ez szerintem, ugye ez már sorozat elején is vannak ezek a dolgok, ez a legalapabb, leggyengébb két kétségbe esett támadása támadta meg ezt a pajzsot, azokat ki tudta védeni, és így már úgy lett előadva, hogy mindent is kivéd. Kikaisteru, macigai nai, are mo reiki no hitotsu. Tehát azért kíváncsi lennék, hogy a Shinra Tenseit hogy véd ki, ugye ami hatástalanít minden jutsut, szóval azért maradjunk meg a realitás talaján, ott kettő darab kétségbe esett támadást láthattunk Sasuke-től, amit kivédett, és ettől fogva több ilyet nem láttunk, ami megtámadta volna a pajzsot, szóval ez se lehet úgy én szerintem aláírni, ez is körülbelül ez a mindent kivéd, ez olyan dolog, mint az Amaterasu-nál, ugyebár, hogy addig nem alszik el, amíg el nem pusztítja az ellenfelét, vagyis a célt, hát és akkor ugye ez meg lett cáfolva többször is, hogy ez azért ez nem így működik. Hát én szerintem a pajzsnál is hasonló lehet a helyzet különben, tehát biztos kivéd nagyon sok minden, de azért egy bizonyos Rinnegan támadásokat, azokat már azért nem hinném, hogy úgy csak úgy ki tudna védeni. Na már most Itachi képességei ezek voltak, amik nagyon erős képességek, és a maga idejében szinte legyőzhetetlen harcosnak számított, de ez már ugye, amikor már Nagato jön, Pain-ek jönnek, a Rinnegan jön, ott már azért elenyészük ezek a képességek én szerintem, meg igazából az animéknak a folytatólagossága is ezt mutatja, hiszen minél messzebb vagyunk, egyre erősebbek, egyre nagyobbak a power-up-ok, és sajnos Itachit már kiírták az elején, tőle sokkal nagyobb dolgokat csináltak, sokkal komolyabb jutsuk mentek, hát ugye Pain a Shinra Tenseije egész Kohanát elpusztította, de akkor jöjjünk is Nagatóval vagy Pain-el, hogy neki mik a képességei. Hát ez nem lesz rövid, szólok előre. Nagatóról azt kell tudni, hogy ugye neki megvan a Rinnegan, ez Hagoromo csakrájából van ez a Rinnegan, ez a Rikudu Sennin képességei, mind a hatot tudta csinálni Nagato. Hatút fájdalmának nevezte el,
ezek birodalmakban vannak felosztva. Van isteni birodalom, emberi birodalom, állati birodalom, éhezszerem birodalom, démoni birodalom és pokoli birodalom. Rengeteg! Ezeknek a pokoli birodalomnak, isteni birodalomnak, démoninak, állatinak, éhezszellemnek, emberinek különböző technikái, képességei vannak. Most pár képet mutatok, egy nagyon jó oldalt találtam, ahol összegyűjtötték nagyjából, hogy mik az al képességei ezeknek a birodalmaknak. Én csak pár főt fogok megemlíteni, ami szerintem azért elég erős. Na most isteni birodalomnak ott van a Shinra Tensei, Tengai Shinsei. Ugye a Tengai Shinseit az Madaronál láthattuk, amikor a meteort lehozta. Ugye a Shinra Tensei az meg minden jutsut hatástalanít. Már gondolhatunk arra is, hogy igazából mindent is kivét ez is. Plusz az isteni birodalommal tud repülni, tud embereket reptetni, tehát ilyesmi képességei is vannak. Az éhes szellem birodalomnak olyan képessége van, ami csakrát szív el. Ninjutsu, suitoru jutsu! De láthattuk, hogy Nagato Killerbee-nek is a csakráját is elszívta teljesen, és teljesen erős is lett tőle. Az emberi birodalomnak van olyan képessége, ami kitépi a lelkét az adott áldozatnak, plusz gondolatot is tud olvasni, akit megérint. Az állati birodalom meg viszont nagyon veszett állatokat tud megidézni, nagyon erősek. Van olyan állat, amit ha megütsz, csak többszöröződni fog, tehát ez is egy nagyon erős idézés. A démoni birodalom és a pokoli birodalomban is rengetegféle technika van. Van olyan technika is, amiben újra fel tud támasztani embereket, és ez mind megvan a Nagatóba egyszerre, az ez az összes képesség. Na most, ha ezeket a képességeket végigvesszük, és tényleg megnézzük igazán, rájöhetünk, hogy Nagatónak szinte ezzel a Rinnegannal minden képesség van, ami lehet. Ő is tud repülni, reptetni tud, Shinra Tenseivel egy csapásra egész Konohát elpusztította, hatástalanítani tudja a jutsukat, csakrákat tud elszívni, egyszerűen minden megvan, ami az kell, hogy Itachit le tudja győzni. Tehát én szerintem mindenképpen Nagato elintézni Itachit, akár Shinra Tenseivel, akár csakra elszívással, és valószínű, hogy nem is aktiválódik őnála a Tsukuyomi se, hiszen a Rinnegannal azt is tudná hatástalanítani. Az a helyzet, hogy ez a fickó nagyon meg lett áldva a Rinnegan képességekkel, és ezzel nagyon erős. Tehát igen, nem titkolom, én szerintem Nagato elverné Itachit, na de, viszont nekünk van egy epizódunk, amiben ők összecsapnak, vagyis hát hárman csapnak össze egy emberre, ugyebár itt Itachi, Naruto, Killer Bee és Nagato harcára gondolok. Na már most ugye itt a legvégén Itachi győzedelmeskedik, mondhatni, de azért nagyon sok háttérinfót nagyon sokan elfelejtenek, hogy itt igazából nem is Nagato irányította önmagát, ez már a közepén kiderül, hogy teljes mértékben Kabuto irányította Nagatót. Tehát Kabuto harci intelligenciája igazából Nagato testével. Tehát igazából ott Itachi Kabuto győzte le, Nagato képességei nála voltak, de mégis Kabuto agyát, mégis Kabuto győzte le. Mert ott nem Nagato irányította önmagát, nem Nagato gondolkodása és harci tapasztalata volt, hanem Kabuto és azt tudjuk jól, hogy Itachi később le is győzi Kabutót. Tehát igazándiból ezt annyira én nem raknám bele, hogy ez most Nagato győzte le, mert hát nem Nagato saját akarata szerint harcolt, hanem Kabuto irányítása alatt harcolt. Ő igazából belülről nézte ezt az egészet. Plusz, ugyebár még azt is elfelejtjük, vagyis azok a fanok, akik ezt annyira mondják, tehát az is el van felejtve, hogy itt igazából az történt, hogy Chibaku Tenseibe rakta Nagato, ugye Itachit is, Narutót is, Killer Bee-t is. Tehát itt az a helyzet, hogy ott a Chibaku Tenseinél igazából Itachi jött rá arra, hogy mi a jutsunak a gyenge pontja, hogy a vonzás erejét ellene fordítja, de viszont mind a három karakternek kellett a legerősebb távoli támadása ahhoz, hogy a Chibaku Tensei fel tudják robbasztani, tudják semlegesíteni. Tehát hogyha egy 1v1 van, nem biztos, hogy Itachinak az az egy távoli támadása elég lett volna, hiszen ehhez a támadáshoz egy nagyon erős beach bomba
volt Killer-B-től, Naruto-tól egy Rasen Shuriken, és Itachinak a Susanoo-jától is egy ilyen eldobhatós támadás volt, egy távoli támadás volt, tehát a hármuk legerősebb távoli támadása kellett ahhoz, hogy a Chibaku Tensei-t meg tudják állítani. De egy 1v1-nél ez nem biztos, hogy létrejött volna. És ebben a nagy zavarodottságban, ahogy robbant ez a Chibaku Tensei, körülöttem mindent tönkretett, elpusztított, és ebben a nagy ködbe, ebben a nagy sokba, ebben a nagy pillanatban volt az, hogy Itachi Tozuka Blade-del átdöfte Nagato testét. És így el tudta pecsételni. Ahogy átdöfte Nagato testét, akkor látni lehetett, hogy visszatért Nagato a saját gondolkodásához. Itachi is mondta, hogy végre visszatértél. Itachi. Tehát itt az volt a helyzet, hogy ott egy Kabuto lett legyőzve igazándiból Nagato képességeivel, nem maga Nagato. Tehát én ezt nem tudom úgy beírni neki, hogy Itachi legyőzni Nagatót, mert hiszen nem Nagato volt az, akit legyőzött, hanem Kabutót, aki Nagato testét irányította. És ha úgy nézzük, hogy tényleg a Rinnegan képességét összevetjük Itachi képességeivel, én szerintem nem kell hozzá hatalmas nagy logika vagy IQ, hogy ezt Nagato mindenképpen el kéne neki vinnie. Tehát én szerintem Nagato így győzné le Itachit. És ettől függetlenül nagyon szeretem Itachi karakterét, és nagyon tiszteletre méltó karakter, és nagyon erős képességei vannak, de tényleg, hogy elmondtam a videó elején is, vannak bizonyos korlátok, ami a történettel együtt megy, tehát hogy mennek az erősödések minden karakternél, nem lehet azt csinálni, hogy a sorozat elején van egy karakter, és a legvégi sorozatban lévő karaktereket hozzuk össze, hiszen azok már sokkal nagyobb szinteken állnak, mint az a karakter, aki az elején volt is ki lett írva. Tehát akárhogy nézzük, Itachinak a legvégén mindig csak egy Mangekyō Sharingan-ja marad, ami még nem is örök, és egy Armored Susanoo. Tényleg kivételes az a két képesség, a maga idejében nagyon legyőzhetetlennek számított, de viszont későbbiekben már ez már nem olyan erős, és nem legyőzhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet, és az Itachi fanoktól elnézést kérek, ha úgy érzik, hogy bántom Itachit, én nem bántom, tényleg szeretem, de ne essünk túlzásokba, az igazságos a tényeket kell nézni, nem azt, hogy kit szeretünk a legjobban. Ha a szeretetről van szó, akkor bizony Itachi az, aki szerintem a legszeretetre méltóbb is, persze Naruto is, de Itachi az, akinek Hokage-nak kellett volna lennie. Ha valakinek oda lehetne adni a Hokage címet, aki még nem volt, mindenképpen Itachi van az első egyen, én szerintem is, de attól függetlenül ne szaladjunk el a fantázia világokba, és próbáljuk a feliratokat értelmezni, és tényként megnézni, hogy mégis miről is van szó, és nem beleképzelni plusz dolgokat, hogy ez meg az meg amaz, hanem ténylegesen azt, ami ott van. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, mindenképp dobjatok egy lájkot. Én Mugi voltam, várlak titeket a következő videómban. Shintaré!